A névre szóló értesítőnek legkésőbb augusztus 25-ig kell megérkeznie a választópolgárokhoz, amennyiben ez nem történik meg, az állandó lakóhely szerinti helyi választási irodához kell fordulni. Az ajánló éveket augusztus 25-től lehet igényelni, majd szeptember 8-án 16 óráig adhatják le a jelöltek az összegyűjtött ajánlásokat, amelyekből meghatározott számú szükséges. A polgármester jelölt esetében minimum 300 fő, képviselő jelölt esetén pedig az adott választókerület lakóinak 1%-a, tehát ez könnyen ki lehet számolni, hogy 20-25 ajánlást bőven össze tud mindenki gyűjteni, főleg abban a rendszerben, mikor egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de csak egyszer. Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de élni kíván választó jogával, október 10-én 16 óráig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától másik településre. Ez akkor lehetséges, ha a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal létesített tartózkodási helyet, annak érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Pakson 17 szavazókör lesz, a választással kapcsolatos feladatokat több mint 100-an látják el. Ugyanúgy, mint a parlamenti választásnál működik a helyi választási bizottság, ezt augusztusban fogja megválasztani a képviselőtestület, úgy, mint a szavazott számú bizottságok tagjait. Ezekben semmilyen változás nincs, tehát azt lehet elmondani, hogy a választási irodá tagjaival együtt mindegy 150 fő fogja lebonyolítani a választást Pakson. Október 12-én lesz a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is. Ezt ott lehet kiírni, ahol a népszámlálás adatai alapján meghatározott számban az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. A választópolgárok a voksolásra szeptember 26-áig betethetik magukat fel a nemzetiségi névjegyzékbe. Az önkormányzati képviselő jelöléséhez itt is meghatározott számú ajánlás szükséges.